Magyarországon évente 40-50 milliárd forintot költenek az emberek allergia ellenes készítményekre, és maga az orvosi ellátás költsége is legalább ennyibe kerül. A magyarok több mint 30%-a szenved már valamilyen allergiás betegségben, többségük becslések szerint legalább 2 millióan a parlagfű pollenjétől. Hiába az egyre szigorodó jogszabályok és a rendszeres írtás, évről évre 60-80 ezerrel nő a parlagfű, illetve a növényi pollenekre allergiások száma. A szakértők szerint ennek egyik fő oka a klímaváltozás. A fáknak a virágzása hazánkban már januárban, január végén elkezdődik, akkor még enyhébb koncentrációban. A csúcsot tulajdonképpen március-áprilisban érjük el, de ezzel sajnos nincs vége a fa pollenek virágzásának sem, mert miután folyamatosan akkor melegebb az idő, tehát esősebb az időszak, a növények dúsabbakká válnak, a polleneknek a száma megnövekszik, ezért a március-áprilisi fapollen alapjába véve már még májusban is észlelhető. És ugye májusban meg még erősebb a pollen koncentráció a környezetünkben, mert ott vannak még a megmaradt fák, és ott kezdődik a fűpollen. Tehát gyakorlatilag a április, május, június az egy nagyon erős pollen koncentrációú levegő vagy időszak, ami nagymértékben megnehezíti az allergiás betegeknek az életét. A parlagfű életét és virágzását is jelentősen befolyásolja az időjárás, miközben a rendkívül hideg tél sem ellensége az invazív gyomnövénynek, hiszen a talajban mélyen megbújó magjai nem fagynak meg. Ha korábban jön a tavasz, akkor a virágzás is előbb kezdődik, és akár hosszabban tart. Az aktuális időjárás pedig akár néhány nap távlatában is meg tudja változtatni a levegőben szálló pollenek mennyiségét, vagyis az allergiások szenvedési görbéjét. Időfüggő az, hogy a levegőben mennyi a koncentráció, akár pollen, vagy akár más anyagoknak a koncentrációja. Azt meg kell jegyezni, hogy legmagasabban észlelhető pollen koncentráció a levegőben, amikor napfény van, szél van, vagy pedig egy vihar készülődik, és nagy vihar utáni ilyen labilis időszak keletkezik, na akkor nagyon magas a pollen koncentráció. Tudnélik, ugye a szél az viszi a polleneket, és teljesen mindegy, hogy valaki vidéken lakik, vagy erdő közelében, vagy pedig benne a belvárosban, a virágporokat a szél oda is elviszi. A szakértők szerint az a korábban elterjedt nézet is téves, hogy csak száraz, szeles időben magas a pollen szám a levegőben. Kiderült, hogy a csapadékos idő is az allergén növények oldalán áll. Amikor esik az eső, pláne amikor vihar után, tehát vihar következtében van eső a környezetünkben, az hirtelen a magasabb légrétegekben lecsapja a polleneket és ezeket a virágporokat, vagy bármilyen más ilyen apró szemcsés anyagokat, és akkor nagyon nagy mennyiségben megemelkedik a koncentráció. Tehát ugye a vihar után még magasabb a koncentráció, és még inkább előtörnek a pollenek által okozott allergiás tünetek. A legveszélyesebb allergén gyomnövény a parlagfű hatását, tehát tovább erősítik az időjárási körülmények is. Éppen ezért az egyetlen védekezési lehetőség, ha minden elérhető gyomnövényt kiírtunk. Erre már csak azért is szükség van, mert egyetlen tő háborítatlanul virágzó parlagfű több mint 8 milliárd pollent is szélnek ereszthet, és a kisméretű pollenek akár több száz kilométerre is utazhatnak a széllel, hogy ott betegítsenek meg allergiás embereket.